Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matbarna vagyok! És ez itt az Európa Vajzai Snake Co-op tanítás népe front következő része! A legnagyobb, hogyha emlékeztek, letörtük az afrikai vazalus engázdását, majd kiterjesztettük őket, és Makuriát anektáltuk, Alódiát pedig vazalizáltuk. Valamint vereséget mértünk Hedzsázra, és elfoglaltuk az Arab-félsziget jelentős részét Medinával együtt. Ma valószínűleg megpróbáljuk tovább terjeszteni a hódításunkat, miután helyre jött a manpowerünk. Egyébként legutóbb nem vettem észre, eléggé komoly hatalmi átrendeződés ment végbe. Moszkva Snake elkezdett menni Kijev felé, mert EU4. A franciák feleséget mérte Kastíliára és elfoglalták észak-spanyolországi részét. A német lovagrend pedig bevette Varsót, de most Novgorod megszállt a blokkot. Valahogy. Miközben Litvánia is benn van a háborúban, valószínűleg Litvánia szállta meg és adta át Novgorodnak for some reason. A Krímet pedig szétverték a litvánok valamikor, amikor nem figyeltem. Úgyhogy. Ja igen, és a timuridák szétverték Hormuzt, amíg velünk voltak elfoglalva, konkrétan Hormuzt magát elfoglalták, és most megtámadták, ha jól látom, irakot, nem, a Karakonyulluk maradványát. Még ott van fönn területük, ahhoz nem férnek hozzá, de hozzáférnek a timuridák, oké, ostromolják is a multáni szövetségeseik, vazarusaik. Jó, Hedges bukta a háborút Kaffával szemben, elveszette az afrikai tartományait. Oké, Kaffát be akarjuk kebelezni, ugye az aranybányájuk miatt, úgyis szóval ez jó lesz. Ja igen, és nyakunkon van egy Hedgesi lázadás. Fölviszi költségek fenntartási költségét, hogy ezzel elbánjunk. Az a baj, hogy nincs igazán pénzem. Akkor levisszük. Gyűjtjük egy kicsit a kest. A stabilitásunkat jól lenne feltolni, viszont most két ideát akarok kitolni, megkapjam a prestige bónusz, ami segíteni fog a kereskedelemmel, mert reasons. Meg ezt itt, mert hamarosan további anexiók lesznek Afrikában. Oké, Alódia szeret minket. Rájuk kényszerítjük a szunitizmust. Ciprus még keresztény, Ciprus még szeretné. Szeretmény. Keresztény. Az oszmán törökök támogatják Alódia függetlenségét, ez érdekes lesz. Medina föllázat 19.000 fővel. Ez a teljes Hedzsázi lázadás, meglepően kicsi a... Kik is lázadtak olyan rohadt sok emberrel Moszkvában? Fene se tudja. Hozzájuk képest. Medina sivatag, tehát elméletileg síkterepen elbírunk velük, csak tudom, hogy a játékban a lázadók ugye szuperterminátorok, szupertábornokokkal. Ja, három tűz, persze. Ő nem manőverre kapott 8 pontot, mint én szoktam. Felkészülünk rá, hogy megtámadjuk őket, hogyha valamerre arra mennek. Fucking hell. Meglépnek előlünk. Reméljük nem szállják meg a tartományt. Oké, morálunk majdnem, de maxon van a morálunk. Szupi. Timuridák ellen bukták háborút a Karakonyulluk, ez várható volt. Anektálták őket. Nem, egy tartományt hagytak nekik, Gondzsát. Oké. Hamarosan valószínűleg láthatjuk majd a Mogul Birodalmat, hogyha esetleg Multánt anektálják a timuridák. Meg hogyha tovább mennek egy kicsit keletre. Azt hiszem a felső Doab kell hozzá. Meg a közép Doab biztos kell. Végbent Burgundiában a Bezanszoni zsinat, ezzel megközött az ellenreformáció. Ez kimondottan humoros, mert a burgund herceg jelenleg éppen ki van átkozva. Na mindegy. Gyerünk. Ó, már nincsen lázadók, szóval levisszük a hadsereg fenntartást. Megszállni tudnak kevés fenntartással is, mert reasons. Összevonjuk a flottánkat. És úgy volt, hogy ezt nem is tudom hova akartam kiküldeni, hogy kereskedelmet tereljen, nem oda küldjük. Kiküldjük Konstantinápolyba kalózkodni, meggyengítsük a török gazdaságot. És toljuk az ideáinkat. Ez itt jó lesz majd akkor, amikor végezzük a nagy arab terjeszkedést. Ne koalíciózzanak rá, mondjuk a timuridák, irak meg a törökök egyszerre. Már így ne tudjanak. Hol van lázangás? Etiópiában. Tajura. Ó, ezeket jobb kultúrájúak? Nem, ami azt jelenti, hogy szomálik, tehát nem tudom, hogy miért az etiópok lázadnak és miért nem az adáliak. Na mindegy, itt ugye éppen térítek még 3 évig, szóval ezeket letörjük, mert akkor talán egy kicsit kevésbé fognak lázongani. Katonai ideákat úgyse akartam tolni, tech nem lenne rossz, mert ugye schwarzreitereket kapunk, akik nem igazán schwarzreiterek, de mindegy. Ez itt jó lesz, mert a törökök ellen jó, hogyha sok zsoldos tudok fenntartani. Alódia közben imádja a pofikámat, de még mindig lázonganak, mert ugye a törökök támogatják őket, rohadékok. Törökországra elkezdjük Anatóliára elkezdjük fabrikálni a jogainkat. Mert hogyha a törökök megtámadnak minket, akkor legyen casus bellink. Rodosznak szintén van egy valag joga, ezt majd kihasználjuk. Valószínűleg őket fogjuk kiterjeszteni. Jó, plusz prestige. Prestige, igen. Sok prestige. A legjobb prestige, a sok prestige. Több prestige. És olcsóbb zsoldosok. Mármint fenntartásra olcsóbbak. Egyébként amondom vagyok, hogy összehívunk egy diétát, ez a nemesség támogatni fog minket, levisz 10%-kal a fenntartási költségeket. Ezt egy ideig hagyjuk. Vagy...
Ami azt jelenti, hogy 15-tel vitte fel a lojalitásukat, az a küldelésünk, hogy növeljük a manpowerünket, kihasználjuk a diétát arra, hogy újoncozzunk, fölveszünk 5000 új embert a hadseregünkbe, mint tartalékosok közé. És olyan is egyébként a Diminek nem tudok jobb kedvet csinálni, mert... Mit akarok mondani? Mert azok a dolgok, amiktől jobban szerednek, azokhoz nagy befolyás kell nekik, viszont adóztatni ugyanúgy tudom őket, mert logika. Hadseregünk megosztott. Legyünk jobbak védekezésben. Hogy a törökök támadnak, akkor inkább ki kell őket védenünk, mint nekünk kell támadnunk. Stabilitás most nem akarunk tolni, szóval az ulemának most nem kedvezünk. Jó, a kémelozzunk egyre erősebb. Én nem mondom, hogy elkezdünk a belföld felé jogokat fabrikálni, mert Ciprus fogja kapni a partot, hogyha arra kerül a sor. Fabrikáljunk egy jogot Marásra. Ezt ugyebár még annó Dulkadirtől foglalták el a Karamaniak, miatt megtalálták őket a törökök, talán. Irak harcol Hedzsázzal, ez jó. Hedzsáz hatalmát korlátozni akarjuk, amennyire csak lehet, és lehet, hogy nem a saját katonáinkkal. Mennyit karózkodunk Konstantinápolyból? Aránylag keveset, 6%-ot. Kírja a játék azt, hogy mennyit keresnek ezek a karózkodással? Nem, ahogy elnézem. Velencében ennyit, mekkora hatalmunk van? 13%, egy fokkal jobb. Na mindegy, a lényeg az, hogy kapjuk belőle a pénzt. Ez azt hiszem ott a Spoils of War alatt van, tehát hadizsákmányként számítja a játék. Oké. Okay. Gezira föllázott, alódiai nemesek. Na azok a tiveritek, labarátocskáim, hoppá! Megdőlt a Habsburg császárság. A Habsburgoknál első Mária Terézia örökölt, és nem tudta áttolni a pragmatika szankciót az apja. Császárnak pedig a gyermek Wittelsbachházi Klement Józsefet választották meg. Klement, lövésem nincs most így fejbe, hogy ezt hogy kéne fordítanom. Legyen lojálisabb az ulema, vagy legyen erősebb a Dimi? Legyen lojálisabb az ulema. Franciaország rám rivalizált, nem tudom miért. Ausztria helyett ráadásul. Oké. Okay. Magyarországot támadják a lengyelek és a nyitraiak. Eközben meg ugye... Warsaw. Hát jó, hogy Lengyelországnak helyén vannak a prioritásai, milyen háború ez? Magyarország támadta a lengyeleket, ja, hát akkor gratula. Ezek szerint zseniális ötlet volt, kikkel kerültek itt szembe. Nyitra, Riga és Lengyelország. Várjunk? Magyarország elfoglalta Olténiát? Oké, okay, Szerbiát visszarúgdost a Magyarország a Balkánról, nem is kicsit. Viszont eközben Erdélyt még mindig tartják a szerbek. Medribarinóban új szultán van 6-5-3, ja. És Ausztria jogot fektetett a magyar trónra. Miközben, hogyha Mária Terézia meghalt, akkor örökösdési háború lesz Ausztriában, oké. Okay. Mária Terézia 52 éves és nincs örököse. Ebből lehet, hogy rohadt nagy örökösödési háború lesz, és látunk majd egy csehosztrák birodalmat. Skóciát blokád alatt tartják az angolok. Tadzsudában föllázottak azok a rohadt etiópok. Leküldjük az egyisregünket leverni a lázást. Hogy megy el egyébként ennyi pénzem? Tudom, hogy hadsereget növeltem, de nem emlékeztem úgy, hogy ennyire. Oké, okay, elmagyarázok a játéknak, hogy arra menjen, ahol nem hal éhen. Mire elérek addigra, a rohadékok megszállják a tartományt. Na mindegy. Ahhoz, hogy a küldött 120 dukátot Portugáliának. Kivel harcol Portugália? Skótokkal. Oké. Okay. Nagy osztrák rivális. Ó, Franciaország segít Skóciának. Meghaltunk. Minusz egy stabilitás. Az örökösünk egész jó. 6-5-3 és 24 éves, tehát nem tudom nevelni. Na mindegy. Kapjuk a hűséget és a jó modifier-öket, mert azokra viszont szükség van. Megverjük a lázadókat, aztán megszálljuk a tartományt. Ebből a kettőből egyőre nincs értelme államot csinálni, mert egy-egy tartományt tartunk. Hova lettek ezek? Ja, oda mentek Kaffába, oké. Okay. Hát nem mentek át Kaffába leverni őket. Medribari küldött csapatokat, nagyon kedves, rám ült, hogy lemorzsolódjak lényegében. Trierben vége a vallási zavargásoknak, feltételezem áttértek. Nope, még mindig katolikusok, csak elfoglaltak pár katolikus tartományt. Na mindegy, mindjárt kapnak a fejükre egy kis reformációt, Trier éppen protestáns lesz. És Anglia egyre inkább kálvinista. Az Anglia államvallása még katolicizmus, de a skót központ téríti őket. És hogy elfoglalják, az nem igazán fog ezen segíteni. Dél-Itália pedig teljesen kálvinista lesz. Van egy független Nápolyunk, ami még kicsi ugyan, de a területeink nem is kálvinisták, a pápai tartományok kálvinisták leginkább.
de nem tartom kizárnak, hogy hamarosan áttér. Észak-Németország pedig teljesen protestáns, és Lübeckkel foglalta, Dánia jó részét, Zeeland Lübecki lett, és Jütland északi része, azt hiszem az ott Aalborg, azt hiszem ez Aalborg, fene, valamilyen borg, az asszimilált borg svéd lett, az a lényeg. Novgorodról nem tudok, azért van ott. Még nem fedeztem fel Novgorodot. Az ott a fővárosunk legalább? Nem, egyébként Novgorod itt van, de mindegy. Ciprus elfogadta az ellenreformációt, hát ezzel nem fognak sokra menni, mert mindjárt rájuk én szerintem a szunitizmust. Na mindegy, legalább ellenreformáns szuniták lesznek. Ellenreformáns Matabarna 2016, ellenreformer alkalomattán. Írja, kikkel szövetkezik manapság? Ó, törökök és perzsák, hát akkor száz, hogy nem. A két legadázabb ellenségem. Eltekintve a franciáktól, akikre egy vicces rivalizáltok igazából, szóval. Ó, Anglia megnyerte a háborút, elfoglalta Skócia nagy részét, viszont ezzel megszerezte magának azt a valagő kávés tartományt. Az Osztrák-Magyar Szövetség felbolondult, de ez már egyszer megtörtént volna. És van egy, ha persze, hogy van egy Habsburg-örökösünk, Fülöp. És Kasztíliában már Habsburgok vannak, megtörtént a spanyol örökre, és ez ritka. What? Ja, mert Kaffában még vannak. Shamari szeparatisták Jabal Shamarban, ez itt van? Itt van, ja. Hát a sivatagban nem küldöm ki a seregemet. Milyen fejlettségű tartomány? 1-1-3. Az emíreké, és kaptok autonómiát. Have fun. Már nem is lázonganak. Toljunk éstabilitást. Az ulema támogat minket, szóval most olcsóbb. Toljunk éstabilitást. Kettőt, ami azt illeti. Háromra nem tolom föl, mert hát, mert hogyha kapok ugye egy ilyen muszlim vagy szóval éstabilitás eseményt, akkor az ugye értelmét veszti. Tudnék tolni egy diplóideát. Ó, agresszív expansion minusz, az jó lenne. De most fejezzük a teked, mert különben Alódia jobb hajókat tud majd építeni a folyójára, és nem akar vazallusom lenni. Nem mintha amúgy most akarna, mert a törökök támogatják függetlenségüket, és akkor instant nem akarnak. Ciprus sem szeret, remek. Mert ők szövetségesek Alódiával, akiket támogatnak a törökök. Zseniális. Na mindegy. Hogyha a törököket egyébként tönkre... Hogyha a törököket megtámadom én, akkor beírják a Lódiát? Úgy látom, nem. Csak irak segít el nekik. Hedges bukta háborút Kaffáron, úgy látom, megint. És egy jobb szeparatista lázadta föl a maradék Hedges-i tartományokban. Hedges-t eközben szétverik a házhajak és az irakiak. Hamarosan kifejezik a Schwarzreitert, törökök már feltalálták, ahogy elnézem. Ja. És ami azt jelenti, van 4 katona ideájuk is. Miközben van 7 diplomácia is. Valahonnan szereztek 2400 katonai pontot is, ami azt jelenti. Időközben. Na jó, nem csak 1600-ot. A tech fejlődés mellé. Erősebb nemzetközi kereskedelem. Jéj! Milánói közben úgy látom egyisülete Észak-Itáliát, miközben Franciaország bepofátlankodott Savoia területére. Na jó, az inkább ilyen mond. Csehország elfoglalta... Hogy is hívják ott? Ezt itt, nem ugrik be a magyar neve. És tegyeszkedik úgy generálisan egy országban. És létrejött a független Galícia-Volhinia. Szerbiát pedig éppen szállják meg a bolgárok, már úgy a szerb Erdélyt. Meglepő módon nem Tarnovót. Litvániában szeparatisták nemesek lázadtak föl. Már így nem nemesek, hanem nemesek. Anglia kávinista már? Még nem, de a tartományai sorra térnek át. Na helyben áttérnék, de rohadt gyorsan. Főleg, hogy onnan azért a pápa messze van, és még a pápát is térítik. Ó, Franciaország megtámadta Nápolyt. És a kiátkozott Nápolyt támogatja a pápa egy szövetségben. Hát ez logikus, mit ne mondjak. Na mindegy. Lényeg az, hogy Franciaország ugye próbálja érvényesíteni a jogát a nápolyi királyságra. Már itt, hogy marad belőle. Hedges bukta a háborút, házra lett a meghatározó hatalom Jemennel együtt. Hedges jól lenne vazalizálni egyébként.
Remek, rám álltak az irakiak és lemorzsolódott a hadseregem egy hónapig, szupi. Ezzel a pápai államokban nem tudom, mi van akkor, hogyha a pápát leverik a kálvinista fanatikusok? Kálvinista lesz a pápa? Azt furcsálnám. Jó, fejlesztjük a Schwarzreitereket. Ezzel feltaláltuk a kizilbás lovasságot, ami feltételezem olyasmit tesz, hogy homemade spiteful. Hogy ezek hajszál pontosan hogyan lettek Schwarzreiterek, és hogy miért alkalmazok kimondottan sítalovasokat, azt ne kérdezd. Na mindegy. Sőt, azt se kérdezd, hogy milyen nincsenek választásaim offenzívabb és defenzívebb, illetve tűzerőre és okra alapozó lovasság között. Mint egyébként a nyugatiak van, ahogy egyébként a nyugatiaknak van. Az afrikai tartományaikat szerintem föl fogják szabadítani az etiópok. Viszont pont ezért ezekre fabrikálunk jogot, mert egy fiatal etiópiát szét tudunk zúzni. A kémahozatunkat újraépítjük. Az emberi erőforrásaink hamarosan helyre fognak jönni, megtörtént, zseniális. Plusz 10% adó, mínusz 0,5 unrest. Angliával nem nevelem a kapcsolatokat, nem szeretik a franciákat, de a franciák egy ideig nem igazán fognak harcolni, mert hiába rivalizáltak rám a kis hülyék. Hol van Angot? Kaffa irányítás alatt. Úgy látszik, hogy azért volt egy kis értelme a hedzsázi hódításnak. Harert éppen ostromolják etióp szeparatisták. Mekkora kaffai hadsereg? Az a baj, hogy a kaffát megtámadom a törökök hátba szúrnak, Törökország felé kéne csapnunk. Van egy független moránk, ami nem szereti a törököket, gondolom, és kármést ráadásul. Ha elfogom tekét, gyorsabban fog helyrejönni a manpower-on, viszont ugye az Ciprusnak akarom adni elsősorban. Ezt a hármat itt, és magamnak inkább erre akarok terjeszkedni. Szóval ezt nem tudom, hogy felvegyük-e. Utólag át tudom adni neki, egyébként erre rájöttem, itt van erre egy opció. Növeljük kapcsolatokat Angliával, legyenek diplópontok. Egyébként akkor hülyeségnek tartom, hogy ilyenkor nem számít az, hogy a vazalusomnak foglalom el. Az aranyhordában polgárháború van, hát ez szokásos. Van egy független polockunk, Litvániáról szakadt le, jól látom. És Moszkvával harcol, Moszkva megtámadta. Tehát Moszkva valószínűleg leszakított, aztán megtámadta. Legyen lojális az ulema, amennyire csak lehet. Mikor tudok újabb diétát összehívni? 1546-ban, akkor lenni ideális a törökök elleni háború. A forszémitem köszönöm szépen megvan. A morálon nem ártam, hogyha nőne, viszont a fickó túlsóba kerül, hogyha jön a forszémit fickó, mert adja ezeket az absztrakt kardokat. Az absztrakt karddal csak Picasso-t lehet leszúrni. Ciprus kémazdot épít nálunk, hát ez nem igazán érdekel. A törökök ellen segítene valaki? Nem tudom megnézni, míg el vannak a követei. Majd amikor Angliával jó kapcsolatok, akkor gondolkozunk a törökök elleni harcon. Remek egy üstökös. Na mindegy, most ideál kattolunk. Ami azt jelenti diplotechet és egy admin ideát. Mert ez itt nagyon jó. Leviszi havonta az autonómiát 0,05-tel. És ez ugye nem szól bele az Árezbe, mert az Árezbe csak a változtatások szólnak bele. Bajorország harcol Bajorország rivalizál Ausztriával, ez várható volt a legutóbbi császárválasztás után. Francia és Bajorország az esélyesek, két Wittelsbach. Mikor legutóbb ilyen volt, akkor 30 évig háborúztak belőle. Jó tengerészti ambíciók. Már is jobban szeretnek a vazalusaim, mert nagyobb hajókat tudok építeni. Sőt, messzebbre tudom küldeni a kolonistáimat, ami azt illeti. De még mindig jobb a diplótechjük, mint zenyém. Szörnyű. Hogy Ciprus hajszál pontosan miért van a nyugati tech csoportban, azt ne kérdezd egyébként. Fölvesszük az örökösünket táboronnak. Jé, még 10 év szeparatizmus, most, hogy másodszor elfoglalták. Legutóbb is kaptunk 10 évet, amikor elfoglalták a rohadékok. Aztán felszabadítottam, elfoglalták még egyszer, puf, még 10 év! Komolyan mondom, még pár ilyen és 300 évig szeparatisták lesznek ott az etiópok. Medribari megint ráült a seregemre. Köszi. És nem mehetek át a határon leverni őket? Nem, az bonyolult lenne. Na de amikor te valakit átengedsz a határaidon, akkor az összes ellenség is átment rajtad, mert logika. Na de lázdókat leverni lázdók által megszállt területre? Nope.
Stabilitást adjunk techet, vagy ideát fejlesztünk. Fejlesztjük ki az ideát. A következő nemzeti ideánk egyébként nagyon jó, ezt nem ártana kitolnunk. Oké, Anglia szeret. De köszi, megkaptam a két előző küldetést. Angotot nem akarjuk elfoglalni ideig, ugye először a törökök ellen akarunk menni. Van a törökönök riválisa? Úgy látom, nincs. A Balkánon egymással vannak elfoglalva a keresztények, menjenek a fenébe. Velence utálja a pofámat. A pápáról szó sem lehet. Pápai Kalifai Szövetség. A timuriták utálnak engem legalább annyira, mint a törököket. Most foglaltak egyébként Grúziát, wow! Moszkváról ne is beszéljünk, esélyük sincs idejön, amíg a Krím nem az övék. Ó, Moszkvasznék már két irányból közelíti Kijevet. Korea pedig betrunkelózott Mandzsúriából. Foglaljuk el Tekét, mert ez segíteni fog a Manpower helyrejövetelével, majd átom Ciprusnak, ami egy kicsit bullshit számomra, de mindegy. Karak! Ez, ha jól tudom, az emíreké. Ugye? Akkor növeljük a Manpower-t. Új drapérjek. Drágább lett a... hogy is hívják, és olcsóbb lett a gyapjú. És Angliában nagyon terjed a kálvinizmus. A protestantizmus pedig úgy látom, hogy mind a három központjával Hollandiára ment rá. Ezzel lesz egy teljesen luteránus Hollandiánk. Oké, az adali szeparatisták teljesen leültek, viszont Hedge az újra lázong Medinában. Ja, mert azt szállták meg és odaadottak 10 év szeparatizmust. Jaj. Tényleg viszonylag azért jobb okodni nekem még 10 év szeparatizmust esetleg manapság? Mert Kaffa nem bírja őket leverni? Én nem mondom, vagyok, hogy két év múlva neki megyünk a törögnek, addig gyűjtögetjük a pénzt. Tudok ide még jót fabrikálni? Tudok, fabrikálunk is egyet, Az a helyzet, hogy nem igazán akarok másra jogot fabrikálni, mert jobb lenne őket vazallizálni. Hát fabrikálunk Mekkára. Apropó, tudom őket ugyebár háborúval fenyegetni. Mi? Az előbb még tudtam volna fenyegetni őket. Fabrikálunk egy jogot Jeddára is. Most már tudom őket fenyegetni. Átadjátok Jeddát? Átadják Jeddát. Ezzel kapni fogunk 6,6 agresszív terjeszkedést. Valakire. Kire az egy remek kérdés. És vesztünk 10 presztízst, hogy miért ez egy remek kérdés. De érde egy fenyegetéssel, milyenk lett. Apropó, ez az állam, ez itt hogy néz ki? Földrajzilag. Ez itt aztán, igen, ez már egy államom része. Oké, akkor itt nem kell államosítgatni. Az uram a kevesli a birtokait, megint. Mekkát majd valószínűleg megkapják egyébként. Adjuk nekik egyelőre Madin Sulaimot. És Jabu al-Bakirt. Most, hogy lement a gyapjú ára. Megkaphatják. A Dim... Mi? A Diminek vannak birtokai, nem? Legalább egy Dimi birtokra emlékszem, amit kiosztottam. Igen, ott van a Dimi. Miért nincsenek itt mint rend? Miért nem adják az effektjeiket? De fuck játék. Újra kell indítanom, vagy mi a fene van? Azt nézem, hogy vannak-e esetben még fanatikus etióp tartományaim, de nem, ez a kettő. Ja igen, persze, itt is van Dimi. Miért nem adja a Dimi az effektjeit? Adjuk én aztán 10% adót, hogy valami ilyesmi, hogyha nem utálnak. Nem tudom, miért tűntek el az effektjeik. 4%-ot birtokolnak a developmentemből az istenit. Na mindegy, reméljük, hogy majd helyre jön. Törőket csak Irak védi. Irakba kiküldjük a kémünket és fabrikálunk pár jogot, mert ugye arra akarunk most csapni. Visszahívjuk a Hedjazit. És az a baj, hogy a törőknek a riválisai azok engem se szeretnek, vagy nem érik el őket egyszerűen. Velence hallani se akar rólam. Ja igen, mert szarrákolózkodjuk éppen Velencét.
Oké, Tunisszal magszerű kapcsolatokat, mert velük egy kicsit most nem éppen az igényeinek megfelelő a viszony. Addig gyűjtjük a pénzt. Ezt a két ideát lehet, hogy ki kéne tolnunk még tekkek előtt. Kapjunk katonai pontokat. Oké, jedd a mag lett. Szeparatistáktól nem mentes ez se, szóval várunk majd előázzást valamikor. Ez még Alexandriához tartozik, miért nem az Adenielből-höz? Na mindegy. Krimen polgárháború van. Irakból valószínűleg csak ide a Szahiliára fogunk jogot fabrikálni, csak egy kicsit beljebb akarjuk rugdosni a határt. Egyre megelégszünk ilyen nagyjából végvári harcokkal. Csak egy icipicit beértoljuk a határt. Semmi komoly. Oké, mindenki jobban szeret. Kevésbé vagyunk agresszívak. Ó, remek, hogy tolom az admindeimat, akkor nem lesz admin pontom integrálni a területeket. Na mindegy, török háború el fog húzódni. Török azért nem olyanok, mint Alódi, mert Makúria voltak. Ó, és már tudok is fabrikálni jogot, remek, ennyire volt szükség. Hazahívjuk a diplomatánkat. Török háborúval még egy évet várunk. Tunis nem lép be, mert messze van Törökország. Két országgal van odébb, nem ezzel számol játék, vagy azzal, hogy ott van a tengeren egy köpés, nem. Azzal számol, hogy... Fezzant egyébként lehet, hogy jól lenne anektálni, mert ugye mindenki máshoz diszlojális, mert támogatják őket a törökök, vagy szövetségesek valakivel, akit támogatnak a törökök. Bár lehet, hogy azt kell csinálnunk, hogy létrehozunk egy vazalus Etiópiát és őket terjeszgetjük, bár akkor már nem tudna megcsinálni közvetlen foglalás Kaffában. Később viszont tudnám őket anektálni. Alódiát le tudnám tolni ide Kaffához, be tudnám venni ők az aranybányát, Etiópiának átadnám nos Etiópiát, és igazából lenne két vazalusom, akiket tudok konektálni később. Ja, valószínűleg ezt fogjuk csinálni. Medribarival elkezdjük növelni a kapcsolatokat, mert őket akkor konektálni fogjuk. És jövőre az 1539-ben meg fogjuk támadni a törököket. Először fejleszteni a muskétáimat, de nem akarok. Ó, a törőnek jobb a haditekje, mint zenyém. Harcolnak a timuridákkal. Az oszmán törökök támadták meg, őket támadták meg közvetlenül a törökök Jerevánért, hoppá. Éppen ott van egy rohadt nagy örmény függetlenségi lázdás, ami azt jelenti, meg egy grúz. Ami azt jelenti, hogy a törököknek nem lesz könnyű dolga az áttörésekkel. Azt amennyi ágyjuk van. Tudom, érteni, hogy puskapor birodalmak, de azért a túlzás az túlzás. Ezt a söget kielégítjük. Hogy elrözzem. Kiegészítjük három lovas ezreddel és két tüzérségivel. Ezt a sereget két tüzérségivel. És ami azt jelenti, mind a kettőt két-két gyalogossal. Ez három. Nem tudsz számolni? Ó, ez már sok. Akkor mindkét seregből leveszünk egy-egy gyalogossági ezret. Most mondom meg, hogy melyikhez megy. Mondjuk így. Házasodó Medribarival, ettől jobban szeretnek. És Etiópiához defektálnak a Hedges afrikai tartományai. Veszünk presztízst inkább, mint pontokat. Most fontos lenne, hogy tekhet tudjunk fejleszteni minél korábban. Ami azt illeti, hogy ha összetudnék hinni egy diétát, akkor lehetséges, rá is tukmálnám az arisztokratokra, hogy adják a diplomáciai támogatásukat. Toljuk tovább ezt ide át, mert erre szükségünk lesz, hogy gyorsan helyre jön a manpowerünk. Jó, van két 25 ezeres seregünk, ez együtt 50 ezer ember, ugyebár, hogy jól számoltam. Az oszmán török hadsereg mekkora? Gondolom az egyik legnagyobb a világon. 38 ezer, kisebb, mint amilyen jelentősen, viszont ugye török ideáig vannak, amik OP-k. Plusz még ki is tolták a plusz egy techjüket, és plusz még elköltöttek 1600 pontot katonai ideákra. Tehát ez nem lesz könnyű. Az offenzív ideák elég ütősen, 4 van meg nekik belőlük. Ami azt jelenti, hogy jobb tábornokok, mert Army Tradition. Gyorsabban jön erre a hadsereg szétverés után, gyorsabban tudnak toporozni és több presztízst kapnak, ami azt jelenti, hogy magasabb a moráljuk. Szerencsére így majd kapok én is egy fegyelembusztot, amivel majdnem fel tudom venni a törökökkel a versenyt. Az övék egyszerűen többet ad. Oké, elkezdett lemenni a hitűségünk, ez segíteni fog a tech fejlesztésekkel, meg a... hogy is hívjákkal. Oké, igen, nagyon régen láttam, az emi úgy tűnik, hogy nem csítelte le magának az államadóságot és a karakonyoluk csődbe mentek. Magyarországot ismételten megszállják a csehek. Csehország támadja őket Pest megyéért.
Franciaország harcol a pápával még mindig, de a pápaiak úgy látom felszámoltak a megszállásokat, viszont a kálvinizmus nem. És az angolok sikeresen átirították a skóciai kálvinista központot, akkor marad egy katolikus Anglia, úgy néz ki. Hogy nem kapnak a nyakukba egy lázlás és nem fornak, mert ugye az ember lenullázza a kimerültséget, mert reasons. És jövőre már tényleg megtámadjuk a törőket, ígérem. Most már márciusa, most már nem megyünk fel a hegyekbe. Viszont a süregünket... Shit. Medribari követeli Massavát. Amelyik. Azt ott. És akkor kettévágott területeimet? Hát ez egy rohadt hülye követelés, inkább követelnéd ezt itt. Ráadásul ez egy államom része. Nem. Majd kieverik valamikor a sértődésüket. Ó, remek. Azt hiszem, hogy segítenék kieverni a sértődéseiket, leverem a lázdóikat. Fel tudok venni esetleg egy... Nem tudok felvenni egy, hogy is hívják, fickót. Egy fenntartás mínusz fickót. Na mindegy. Amint levertük a lázdóikat, azt a sajunkat éjszakra hozzuk, a másiknak kiadjuk a parancsot, hogy menjen Icelbe. Ezt Adonáig önát eltetjük. A damaszkuszi erődelmétre meg fog állítani bármiféle ipari áttörést, iraki áttörést. Ciprusnak már csak 99%-a a függetlenségi vágya. A rohadt életben, hogy a sivatagon kereszt, a rohadt életben, hogy lenulláztad a mozgásomat értelem nélkül. Miért? Istenem. Emmi útkeresés. A kedvencem minden játékban, de ebben főleg. Úgy van játék, így megyünk föl minimális lemorzsolódással, bár még így se túl kicsi. Blacs, örülsz aljadnak, hogy levertem a szunita lázdóidat a szunita országodban? Úgy látom, igen, örül neki. Tunisz közben imádja a pofikámat, de még... Van egy sajnagyom, hogy ezt sajnán nem fog odaérni tavaszra. Na mindegy, megtámadjuk őket most. Most, hogy a törökség el van foglalva a Kaukázusban, mármint a Transz-Kaukázusban inkább, szerintem most belék megyünk. Főleg, hogy a timuridák úgy látom megnyerték a csatákat, tehát a törökség valószínűleg le van morzsolva, mint a fene. 9500 szartalékusuk van 32000 emberhez. Két csatát nyerünk, elfogy a manpowerük és jön a Zsoldor spam. Vagyis szaras megyünk az, hogy a csatákat nyerünk. Jéj! Imádom az M4-et néha. 21000 ember egy kétcsillagos tábornokkal fucking Karamanban. Akkor háborúzzunk, vagy ne háborúzzunk? Ez a kétcsillagos tábornok, ez nem túl bátorító. Oké, nem mondhatjuk, hogy ez a terep nem épp a legelőnyösebb, viszont amint visszaérjük diplomatán, neki megyünk a törököknek. Irak belép mellettük, Tunézia nem lép be mellette, mert messze van. Mert reasons. Legyen a vorgólunk. Mivel nincs semmi erőd, amit ugye tartósan tudnék tartani, legyen Karaman. A két hadsereggünkkel nekik megyünk. Lehet, hogy előnytelen a terep, és folyón kell átkelnem a rohadt élet, mert az én tartományom kellős közepén keresztül megy egy folyóna, mindegy. Oh fuck, elfejtettem hazajönni a flottákat. Ha hazajövik a flották, erre kerülünk. Lehetjünk Bengáziba. Ti maradtok ott abban a kikötőben. Ti maradhattok az Adenielből, az békés egyelőre. Vazósaim támogatnak. Egyébként az a poén, hogy ezzel amire megtört a törökök ajánlata Alódiának, és ezzel lojálisak lettek. Hogy megtámadtam azokat, akik támogatják a függetlenségüket. Logikus. Remélem, hogy a túlerőm azért nem. Emmi bullshit. Meg ágyú bullshit. Na mindegy. Veszteséget okoztunk, ez a lényeg. Vesztetek 7000 embert, ez a tartalékosainknak körülbelül ugye 3/4, ha jól emlékszem. Imádom, hogy a seregem úgy menekül, hogy lemorzsolódjon menekülés közben, ez valóban zseniális. Fucking hell. Panikszerűen menekülünk, 30000 ember egymáson! Át fél Afrikán, mármint fél Ázsia meg be Afrikába. Nagyon logikus. Ez így ment. Legalább a pánikukban megálltak volna egy napra pihenni az egy seregben. Annyi ágyúdozó, hogy ott 0%-ról indulna, jól van, ez bullshit. Na mindegy, ez legalább sík terep, így tudom érvényesíteni a... Mekkora serege van ennek? Irak tud erősítés kívülni azok ott irakiak? Igen, vannak benne irakiak. Oké, akkor megnyugodtam, akkor nem a török serege egymagába ekkora. Jövő hónapban megtá... 3 hónap alatt bedobta az erődömet, na rohadjon meg! Úgy látom, legalább elkapjuk.
És meghaltam! Yay! Van egy új uralkodónk, meg egy fiunk. Feltételezem fiunk. Egész jó úgy all around. Legyen... Diplofókusz. Átadjuk a szokásos döntéseket. Ezzel fölment a hitűségünk, tehát szuper morálom van. Kedves játék. Az ellenség szokás szerint hozta bullshit tábornokát. Újrázasulunk Tunisszal. Kitoljuk a technológiát, amitől jobb lesz a hadseregünk. Legközelebb feltaláljuk a terciót, amitől muszlim muskétársakat kapunk, akik nem tercióban harcolnak. Remek, most nekem az imént bevett város 208 védővel való ostroma valószínűleg el fog tartani egy évig, ahogy ismerem a játékot. És nem tudok felvenni tábornokot, mert nincs egy katonai pontom. Na, itt elhány hónap alatt esik el. Azt az ezer főt remélem tudjuk stackfire. Nem tudok megmozdulni! Ja, az erőd miatt. Zseniális. Ezzel a seggemmel ide tudok jönni ezért segíteni, ugye? Igen, oké. Mitől ment lejje? Eltűnt a betört fa. Na jól van. Megnézem, hogy el tudok-e mozogni, és ettől eltűnik a betört fal. Jó, azok rám teleportáltak, ahogy elnézem. Viszont, ahogy érkezik az erősítés, úgy látom, elbírunk velük. Igen. Az iraki törökseregre sikerült vereséget mérnünk. Minusz 17%, mert megszálltak a tartományaimat, ez kivételesen egy értelmes ok. Mekkora a török hadsereg? Már 5000 zsoldosnál tartanak. Nekem az, hogy fenntartsam a Manpower hadseregemet a veszteségekkel, ennyibe került. 800 dukátra indult háború, hogy jól emlékszem. Ő veszi a zsoldosokat ezreivel. Miután egyébként ugye elveszett a Manpower hadseregét ellen, meg a Timuridák ellen. Na mindegy. Ausztria ismételten jogot fektetett Magyarországra. Fiúk, ez nem fog összejönni. Magyarország harcol Boszniával, Horvátország leszakadt róla, Csehország bevette Pestet. Anglia harcol Franciaország ellen, sikeresen megszállt a néhány tartományát, viszont Párizs nem a vorkó, hát ez egy jó nagy hülyeség volt tőled Anglia. Bár sikeres eddig a háború. Mert a francia hadsereg gondolom Itáliában van és a pápával viaskodik. Ohó, Timuridát nem tudok oda menni segíteni a Timuridáknak, mert erőd bullshit. Mert rám most vonatkozik az erődrendszer hirtelen. Köszi játék. Timuridák valahogy át tudnak rajtam menni, ezt kivételesen nem bánom, de hogy miért engedem át a riválisomat, abban nem vagyok teljesen biztos. Amikor az előbb én ugye nem tudtam mondjuk átvenni lázadó területekre harcolni lázadókkal. Hedzsazi szeparatisták, letörjéném őket, hogyha nem kéne az admin pont éppen egy tábornokra. Egy tűrető tábornok! Két csillagos! Ilyet régen láttam. Főleg, hogy a két csillaga nagyon manőverre megy el. Rendszerint az összes pipet oda kapom. Na lássuk, hogy a 280 fős helyőrség kiosomlása hány napig tartott abban az erődből, ami a törögnek 3-4 hónap, ha jól emlékszem. A mészleti átengedjük őket. Kit kell harcolnak a hedzsáziak? Ó, belháború, Jemen. Belháború, ja, ott az alapszigetek, az alapfélszigeten ott belháború. 225 nap. Ahogy tartott 4-szer annyi ideig, az a 280 fő. Hogy 280 főt miért nem lehet lerohanni fucking létrákkal, azt ne kérdezd. Már mínusz 200, már 200 dukáton vagyunk a 800-unkról. Törökországot természetesen nem viseli meg a háború. Szálljuk meg Cezáreát. Kapjunk egy dipló kapcsolatot, mert ugye ez galammateg miatt jobban kijön. Vallási pragmatizmus, a dími erősebb lett. Csak nem ad effekteket. Ó, most ad! Oké. Majd valószínűleg egyébként több dími tartományt fogok tartani, mert segítenek egyébként ugye a tekkel. Mit keresnek az embereim Irakban? Már itt a vazalusaim emberek. A török megint 30 ezeren vannak, hát ez nem igaz. Kijövünk Marásból, visszajövünk Karamánba, mert ez itt ugye felföld és itt tudunk harcolni. Betörtük sikeresen a falakat. A ciprusi Vladán megsemmisítik a törökök, mert hülye. Még nem is menekült, ha jól láttam. És a török Irakon keresztül felém jönnek. Itt nem vonatkozik rájuk természetesen az elődrendszerem, mert csak rám vonatkozott Karamánon keresztül. Na mindegy, rájuk nem vonatkozik az Akkonyulukon keresztül. Kapjunk inkább pontokat, mint hogy presztízsért feláldozunk egy tanácsadót. Komolyan még nem voltam olyan szituációban, hogy ne ezt tettem volna. Ez itt jó lenne, viszont az a probléma, hogy teket kell fejlesztenem, különben az alusai nem fognak szeretni, mert hajók.
Menjünk át Konyába, szálljuk meg, mert most nem vonatkozik rám az erődrendszer, ha jól látom. Ja, azért nem mentem tovább az erőd, mert azt hittem, hogy vonatkozik rám. Timuridának itt van 30 ezer ember, a török megint 30 ezeren vannak együtt Irakkal. Hány ezer török van itt? Olyan 16, meg 10, ja, olyan 20 ezer emberük van megint. Odaérek Karamánba előttük? Odaérek. Gyerünk itt, essel, nem esett el. De az törökök is irányt váltottak az utolsó pillanatban, szokásuk a szíven. Lehet, hogy abban a csatában be kéne avatkoznunk. Konyába vonulunk és készen állunk. Támadják a timuridákat, ráadásul nem síktelepen, de síktelepen, és ők ugye nomádok. Remélem az a 19 ezer timurida visszajön a kétcsillagos tábornokával, bár ott is van egy, és akkor talán elbírunk velük. Még nem lokkol ténylegesen a mozgás, bele akarok én menni ebbe a csatába. A törökök ugye tolják az ágyú bullshitot a sebezhetetlen ágyúikkal, és megkerülhetetlenségükkel, oké, már bele is mentem a csatába. Az övénybe se lokkoltam. Na mindegy, benn vagyunk, az a lényeg. És úgy látom, a segítségünkkel megnyerik a timuridák. Frontra kerültek az ágyuk, végre sebződnek, és elmenekültek. Törökország vesztett további 14 ezer embert, a Memperre fogy. Irak belénk rohant. Szétverjük. A timuridák nem tudom, hogy hol vannak, elmenekültek, oké. Az iraki hadsereg szintén veszteséget szenved, az ágyukra nem, mert amikor elfut egy seg, akkor nem támadják meg az ágyukat, ilyen sosem volt. Ágyút soha büdös életben nem loptak. Vagy foglaltak el, inkább fogalmazok úgy. Mert hogyha háborúban lopsz el valamit, az nem lopás. Toljunk stabilitást. Jobb lenne a tech. Toljunk stabilitást. Mert nem akarok lázdást Átországban. Icel megszállva. Az török kétségos tábornok oda be fog szorulni. Ja, beszorulna, hogyha vonatkozna rá az erődrendszer. Bár arra el tud menekülni. Ahhoz, hogy a kapod Lengyelországtól 65 dukátot. Kivel harcol? Senkivel, oké. Okay. Burgundiát pedig megszállják a növeriek Franciaország oldalán, nem növer támadják magát. Franciaország pedig nyeri a háborút Anglia ellen, mert ez várható volt. Viszont Spanyolország, mert úgy tűnik létrejött, most megtámadhatná őket és lenne értelme. Ciprus elkezdik növelni a kapcsolatokat, mert őket be akarjuk szunitizálni, hamarosan. Ekközben a timuridák szállják meg a török tartományokat. A közelbe hozzuk hadseregünket, mert hogyha esetleg a timuridákat megtámadják, akkor beavatkozunk a csatába. A török birodalom szétesne, hogyha működne egyébként a kimerültség rendszer, de nem azt kikapcsolták, mert reasons. Egyébként igazából ezért zavar nagyon, hogy kikapcsolták a timurida rendszert. A kimerültség rendszer nem csak azért, mert velem kicseszik a játék, az egy apróság. Inkább azért zavar, mert emiatt van az, hogy mindig ugyanolyan minden egyes istenvert a játék. Nem esnek soha szét a nagyhatalmak, mert nincs kimerültség. Mi van akkor, amikor mi lenne akkor, hogy be lenne ez kapcsolva? Mit tudom én, Törökországot itt szétverjük, kimerülnek a büdös életbe, Karamán elfoglalja a Anatóliát. Lenne egy érdekes játék oda, ahol Karamán nagyhatalom. De mi van a helyett? Nem merülnek ki a nagyhatalmak és csá. Hogy mentek oda a timuridák? Arra. Tehát arra nem fogok oda menni segíteni nekik, viszont ahogy elnézem, elintézik őket, ők a múltani vazalusaikkal. Mert ott belokkoltak mozgásra, és a törökök elteleportáltak. Ott viszont nem tudok beavatkozni, mert most vonatkozik az erődrendszer. Viszont a timuridák támadnak. Folyón keresztül, magas terepet, nomádok. Amikor a timuridák befutnak Ankarába, akkor befutok én is. Oda mennek, ugye? Igen, lokkoltak, ugye? Igen, oké. Okay. Akkor nem fogja a játék azt mondani, hogy hát, mégse. Hello. Remélem azért ekkora túlerőből leverjük a törököket az ágyú bullshit ellenére, amit nem lehet megkerülni lovasokkal. Komolyan azok az ágyukat fizikailag sebezhetetlenek, amíg a második sorban vannak. Lovasságom képtelen megkerülni az ellenséget. Itt van a szárnyon. Az ellenség istenverte szárnyát teljesen bekerítettük, de nem tudjuk kihasználni, mert nem tudunk oda támadni. A lovasság nem mozog csatában. Rohadt életben, csak felünk egymással szembe és rövözzünk. Mi vagyok én, Pappenheim? Úgy látom, véget érte a timurida háború. A timuridák benyomultak mélyebben Anatóliába, Kelet-Anatóliát megszerezték. Viszont innentől jön az a probléma, hogy egyedül kell szembenéznem az oszmán törökökkel és Irakkal. Irak a kevésbé veszélyes fél. Én nem mondom vagyok, hogy egy kicsit levesszük a nyomást a törökökről, ugyanis Irak itt pofátlan. Úgyhogy pofon vágjuk. Megkeressük a pofáját, aztán megütjük. Oké, megvan a pofája, és megütöttük. Milyen egyébként a techjük? 9-es, nem 11-es, oké, akkor odavágjuk. Oké, török ismételten 15 ezer emberrel vannak. A föld alatti klónterminátor gyárék úgy tűnik működnek. Eközben én lassacskán kölcsönt kell, hogy felvegyek a manpower seregemmel, zsoldosok nélkül. Törökország éközben használ, kérem szépen.
7 zsoldos ezredet. És is nem tudja hányat semmisítettünk már meg, és hányat bontott le korábban. És ahogy elnézem, gyorsabban elfoglalják Hamidot a bullshit ágyóikkal, mint én elfoglalnám Ankarát. Amit ostromlok már azért kicsit több ideje. Ja, elfoglalták Hamidot, nem is tudom hány kör alatt, nem figyeltem, de nem olvasnál véletlenül az üzenetet. Miközben én Ankarát ostromlom már 12 kör óta. Egy kör úgy 36 nap, tehát úgy körülbelül egy éve. Ósit rájuklokkoltam? Rájuklokkoltam, hát akkor már is tudok fordulni a csata előtt. Akkor reméljük, hogy a kétcsillagos bullshit tábornokuk nem vesz szét minket a bullshit ágyóival együtt. Komolyan ezeket az ágyukat legit bikaszarral töltik meg és úgy tüzelnek. Azért ilyen erősek. Partikulisták vannak Rodoszon, ezek remélem diszpolónak vagy hazamennek, amikor Cipruson ektálja majd a tartományt. Felszik a dokkokat. A C-ek kapnak autonómiákat. És adnak nekem cserébe 200 dukátot. Diétát nem tudom még összeívni 2 évig, Ankara bevéve. Konstantinában, hogy megkapta Moldávia. Oké. Okay. Erre nem tudok mit mondani. Konstantinában, hogy megkapta Moldávia. Veszítsünk legitimációt és legyenek lojálisabbak cserébe a céhek. Fucking Ciprus bement 9000 törökben 4000 emberrel, 5000-rel, bocsi. És nyer. Fucking Ciprus. Ó, veszít, mert a törökök kapnak erősítést, akkor megfordulunk. Török ott, ahogy jól látjátok, elsétálnak az iceri erődön mellett, mert szarnak rá. Ennyit arról, hogy ez ennek határon túl is kéne elműködni, köszi Paradox a patchet. Elvágjuk az ellenség titkos föld alatti alagutait. Ja, rám vonatkozik. Elvegyük az ellenség titkos föld alatti kontermiátorlag útjait. Veszítünk hitűséget. Szétverik azt a 3 bullshit zsoldos ezredet. Oké, szerencsére dezertálnak a védők, most nem status quo dobtam meglepő módon, sőt nem is pest is. Oké, az ellenség abbahagyta Ankara ostromát, mert megy megverni az 5000 medribalit, aki önmagában tinglitangizik ott valahol kelet Anatóliában. Még egy év a diétáig. Jó, remek, támadnak a törökök. Gyerünk, vegyétek be, 63 istenverte százalékon van, bevettük, szupi! Támogatjuk a sereget. A kétségos tábornok úgy látom nem igazán tart ki, mert bullshit. Oké, a bullshit adjuk ismételten a török fázismezőnek köszönhetően teljes biztonságban vannak, mert a lovassal nem tudsz támadni. És vesztetek 600 embert, 700-at, ami ezt illeti, szupi. Ez van akkor, hogy virtuális angyalosság nélkül alkalmazott tüzéreket, semmi! Azt a 27.000 partikulistát viszont nem tudom leverni Rodoszon, tehát Ciprus nem kapja meg Rodoszt. Jéj. Mert hogyha nem szállom meg, akkor nem is tudom követelni nekik. Visszahívjuk a medribali diplomatát, mert ők már imádnak kellőképpen. Törökország, ezt itt tudom követelni? Igen, oké, nem dobja a bullshit-et, szupi. Viszont 19 warscore for some reason. Mekkora a fejlettség a tartománynak? 2-2-2. Hát indokol 19 warscore-t. Nem indokol. Menjünk szállni meg teljesen Anatóliát. Ki akarjuk meríteni a törököket? Azt akarom, hogy még a háború alatt kitörjen egy fucking lázdás a balka... Bullshit klón Terminátor szagot érzek! Mekkora a török hadsereg manapság? Lássuk, Szerbiának a javulatom nincs hadsereg, ez érdekes. Mingek? Igen, Csarszána majdnem akkora hadsereg, mint a Mingeknek. Erre nem mondok semmit. Kína brutálisan szarrá van nörfölve, és nem tudom, hogy miért egyébként. De azért, mert a játék nem tudja értelmesen kimerülni a túlterjesztést és háborúban való kimerülést, úgyhogy inkább bedobtak egy bullshit limitet, amitől egész Kínában van 50.000 katona. Na mindegy. Törögin 8 zsoldos ezzel alkalmaznak 11.000 emberhez. Ja, és valahogy nem mentek csődbe. Túlerőben lennék hosszú távon, csak egyrészt ugye bullshit ágyuk. Másrészt meg az a baj, hogy ez a sereg eléggé késve érne be. Meg tudok onnan lépni? Nem. Természetesen nem. Hát előnyös sírterepen támadna a folyón keresztül. Milyen békét tudok kihozni? Nézzük ezt. Teke nekem jön, de majd átadom Ciprusnak. Először is követeljük azt, amit Kléme... Ez itt 73 warscore, kérem szépen. Ezzel kell foglalnom az egész fucking Balkánt. Akkor jöjjön a csata. Úgy látom, elbírunk velük. Jöttek a vazalusaink közben 10 emberrel.
valahogy. Nem tudom, hogy ez hogy pumpálja ki egyébként, mert onnan szarrá veretik magukat. Ja, tudom, hogy Emmy, ők is tolják a bullshitet. Júliusban összetudom hívni a diétát, valószínűleg nem arra fogjuk használni, hogy levigyük a fenntartási költségeket, hanem inkább arra, hogy... mit akarok kinyögni? Újoncozzunk. Minél több embert fel akarunk venni, mert nem akarok már zsoldosokat használni. Remek, az örökösünk jobb lett a diplomáciában. Több galambunk lesz, hogy öntözzük a földet. Milyen diplomáciáról beszélek én? A galambtenyésztés azért jobban. Első madarász Tumambai. Nem mentek haza a rohadt életbe. Menjünk át Bigába. Szálljuk meg és vigyázzuk a tengerszorost. Mert Konstantinápolynál már nem tud átkelni, hogyha Bigánál megállítom, akkor Európában ragad a serege. És onnantól cseszheti. Felállítanék egy zsoldos sereget, de a manpower seregem magas erőntartása fölzabálta az egész instáramat. Ellentétben egyesekkel. Janina összes adóját arra fordítják, hogy fenntartsák rohadt nagy hadserejüket zsoldosokból. Oké, már 12 ezeren vannak. Föld alatti klónterminátor gyáraik tökéletes módon működnek. Ezt a kettőn nem követelem. Hát egy ilyen békét tudok kihozni abból, hogy megszálltam ennyit. Logika. Mert a Balkánon vannak az erődjeik, és ezért nem megyek át a Balkánra, nem követeltem azt a területet, ahol nincsenek erődjeik. EU4. Tizenkétszerem... Nincs folyó átkelő? Már bocsi, de a fucking Dardanellák szerintem eléggé remekül kvalifikál folyó átkelőként. El tudok onnan vonulni? El. Hála az égnek. Visszavonulunk Mameluk területre, megvárjuk a diétát és az ujjancozást. 20 000 ember a rohadt életbe. Hol van a spawn pontjuk? Biztos jön hiába. Összeívni a diétát. Minél gyorsabban. Ó, nem tudok újjancozni, mert azon is limit van, remek. Hát akkor ezt tényleg csak arra tudom felhasználni, hogy levigyem a fenntartási költséget és felvegyek egy valak zsoldos temesek közül ezek szerint. Mert ugye a játékban ez így működik. Levizik a zsoldosok fenntartási költségét, a lemesek már lojálisak. Ezt a sereget konszolidáljuk. Ezt azért nem, mert... Na jó, ezt is konszolidáljuk, és így lesz összesen kb. 10 darab ezredem. A nagyobbik sereg marad, a kisebbik az a megy, a nagyobbik megkapja a kétsíregos tábornokot, és mindjárt kap maga alá zsoldosokat. Bullshit ágyukkal felszerelve, mert elegem volt. Nem török ország, nem kötünk békét. Menj rohadt életbe a bullshit ágyú iddel együtt. Tehát ez nem igaz. Hogy van erre pénze? Hogy nem ment még csődbe 6-szor? A manpower seregét fizikailag megsemmisítettük együtt a timurgyákkal, és most zsoldosokból pumpál 20 000 seregeket. Irak egyébként hogy áll a manpowerrel? Ők is zsoldosokat küldenek egy olyan háborúban, hogy ez egyébként közük sincs. Ja, 5 000 zsoldos. Simán. Kusolj Törökország. Nincs béke. Még mindig nincs béke. Irak ki akar békézni, együtt a mágikus 8 000 emberével. Az a probléma, hogy ezt tartomány nem tudom semmiképp se követelni, mert ugye Warscore bullshit. Hogyha következő tesszük. Elkezdünk menni Ankara felé. Szépen lassan, megvárjuk, hogy a törőnek esélyese legyen menekülni. És most... Békés tűzszünet Irakkal. A török hadsereg ebben a pillanatban lecsökkent 13-14 ezer főre. Hogyha most megverik a seregemet a bullshit ágyóikkal, mert megint nem tudjuk őket megkerülni lovasság. Úgy látom, hogy hál' az ének nem. Viszont a Dimit kell megadóztatnom. Ez le fogja vinni a tech costot. Föl fogja vinni sajnos a tech costot. Nem tudok mit tenni. Nem akarok kölcsönt fölvenni 100 dukát. Az a baj, hogy a Diminek nem is tudok ugye adni semmit egyébként, mert minden, ami fölviszi a lojalitásukat, az kell, hogy nagyobb befolyásuk legyen, csak adóztatni tudom őket. Viszont mivel Iraki kiesett a háborúból, így fölment a viszonylagos megszállásom, és így nagyobb a Warscore-ra. Megszálljuk Optimatoit, amit a török Optimatoinak hívnak ezek szerint. Jó, mindenki szeret minket, de inkább vazalusaim. Portugáliában polgárháború, megint.
Ahogy én elkezdtem kimerülni, mert az emberek békét akarnak. Az a mameluk, ez egy ilyen békés nép volt. Ott mamelukiában teljesen pacifisták voltak. És ami azt jelenti xenofilok is. Oké, ezeket úgy látom szétvertük, nagy nehezen, mert bullshit ágyuk. Nekem több bullshit ágyum volt, de még így is nehéz volt, mert bullshit fegyelem. Jó. Optimat, hogy mindjárt elesik. Szerencsére meghaltak a tanácsadóim. Rip. Úgyhogy... Miért nem megy fel az lojalitásuk? Havonta plusz 0,10. Jól van. Akkor az el fog tartani ideig, amíg újra lojális lesz a démény. És az abban, nem tudom kiterjeszteni a területét, mert nem, nincsenek egyszerűen nem boosting tartományaim. Na mindegy. Szükség lesz arra a küldetésre, mármint a Vampire-ra, amit kapunk belőle. Azt a váratot megszálljuk, és utána szétverik azt a 12.000 törökséget még egyszer. Ekközben a Balkánon egyébként mindig nincs lázadás. Nem merültek ki a háborúban. Az ő népük nem akar békét. Fucking bullshit. Mennyi volt rizócsönt vittem le ennek a háborúnak a során? És miért kaptak kétszer ennyit a törökök? Vagy volt rá galambjuk, és úgy tolták ki hétre a befolyás ideáikat időközben? Meg úgy vannak 10-es szinten diplótekből? Na, hogyha ők gyorsabban beveszik most Hamidot, mint én Optimatoit. Egyébként úgy, hogy több ágyunk van, mint nekik. Oké, okay, végre kidőlt egy parasztlázás, természetesen azon a területen, amit én akartam megszállni. Na mindegy, úgy látom, a drögök azt felszabadították közbe, szóval menjünk Hamidó, verjük szét a sereget még egyszer utoljára. Jönnek a vazalusaim is, szóval ez egyértelmű győzelem lesz, a bullshit ágyaim pedig megtizedelik az ellenséget. Oké. Okay. Jönnek rám a parasztlázdók. Hogyha a számüzdésben megyek, akkor elméletileg nem jönnek rám a parasztlázdók. Azok ott mik? Oszmán török szeparatisták a Timurida területekről. Jönnek át hozzám. Jéj. És igen, keresztül sétálnak. Ja, mondjuk nincsenek erődök, tehát nincs mit leszarniuk igazából. Elköveteljük a török összes dukátját, jóvátételt követelünk és egy valak területet. Tekét ugyebár magunknak követeljük, viszont át fogjuk adni a ciprusiaknak. Rodoszt nem tudom elkövetelni, mert nem szálltam meg, és így nem tudom elkövetelni másnak, csak magamnak, mert logika. Egyébként ez a 27.000 paraszt, vagy 27.000 partikularista már alacsak idejbe vette. Oké, okay, elfogadta a küldelésre a játék, és most Tekét megkapja, szépen Ciprus. Na mindegy. Tekke, ez a tiétek. Jó. Ciprus ezzel szupi nagyon lojális. A zsoldosokat levásztjuk a hadseregünkről és lebontjuk. Tégláról téglára. Elfogadjuk azt, hogy levigyük a túltérezkedést. Egy ideig úgyse fogunk adminteket fejleszteni, jut eszembe. És Medribori annexióját megkezdjük. Jaj, minusz legitimáció. Ciprusról visszahívjuk a diplomatánkat. Adalán megszállták az oszmán török szeparatisták, hogy miért oszmán török szeparatisták, azt ne kérdezd. Mert őket szerintem csak az érdekel, hogy törökök legyenek, akkor meg már inkább miért nem Karaman. Hova lett a másik seregem? Stackwipe-olta valaki azt a maradék pár ágyút? Vagy egyesítettem őket, amikor nem figyeltem? Na mindegy. Lényeg az, hogy kétségos tábornokunkkal meg a bullshit ágyunkkal remélem elverjük őket. Ahogy elnézem, igen, hála az ének. Oké, a partikularisták bekapcsolták a teleportert, mennek Agri bossba. Igen, van ilyen, hogy lázadó teleporter, hogyha nem tudnak fizikailag átvenni valahova. Nem flottát építenek az ágyúikhoz, ami egyébként nem lenne egy akkora probléma, hogyha ágyúik már lehetnek, nem teleportálnak. Oké, a törökök újra fostam magukból 18.000 bullshit katonát, és nézzük, lázadóik alacsonyan morálról indulnak, mint ők. Miért is? Ahogy elnézem, csak azért, mert rájuk nem vonatkoznak azok a szabályok, amik rám vonatkoznak. Oké. Okay. Zseniális. Fölveszük a reputáció fickót, és fölveszük a termelés fickót. És... hát igazából most egyiknek sincs értelme így. Személyben fölázottak a szuniták. A
Sunita a Medribari ellen. Szerintem az a játék elfelejteni, hogy milyen vallásúak az országok. Miért szakul, hogy ezen a sikirulázáson nagyon szuniták lesznek? Átvált a vallásuk Veri Sunira, vagy mi a fene? Na mindegy. Hozzuk helyre az országot a háborúból, én a mondó vagyok. Remek már morzsolódunk is, mert fucking sivatag. Utakat kell majd építenem egyébként Afrikába. Oké, közben elkezdődött a csata. És levittük a túlterjeszkedésünket, jéj. Ja, hozzak létre hadsereget, köszi először, a Memparumnak kéne helyre jönni, persze az a küldetés most nincs itt. Növeljük kapcsolatainkat Moszkvával, ők a múltkor már úgyis szerették a pofikámat. És a tényleg mindig diszlagális, mert nem tudok velük fizikailag mit csinálni. Most le tudnám róluk venni az adókat, de nem, csak adóztatni tudom őket, nem tudom levenni róluk az adót. Miért azt ne kérdezd? Van nem szólít a tartományom még valahol a két dími tartományon tekintve? Nincs. Hát akkor nem tudom róluk levenni az adót, mert nincsenek elegen hozzá ezek szerint. Jó. Egyébként a haditekem azt hiszem igazából Európa szintű. Ja, 11-es az európai szint, legalábbis a francia szint. A pápai 12-es. Lübeck közben átment Svédországba. Furcsa, hogy inkább nem egységes hanzára mennek. Anglia pedig úgy tűnik maradt katolikus most már. Van egy független Lotharingia, kennyi protestáns. Ja, a protestantizmus terjedt, Hollandia áttert. Franciaországban viszont felszámolták lényegében. Oké, okay, jobb kereskedelem, szarabb kémelhárítás. Köszi játék. Fuck me. Kevesebb adó. Mikor tudok összeívni újabb diét? Mikor tudom a miasztéti... Mikor tudok a miasztéti legközebb újoncozni? Szeptemberben. Azt meg fogjuk csinálni. Rajon, akkor még meg lesz a hajtásuk, amit el tudok így költeni. Le a hithűséggel. A Dimi közben lojális lett, szóval tudok teket fejleszteni. Találjuk fel a kaszát. Úgy kollektíven. Fiúk, kasza, feltalálva. És így mindenkinek odaszpónol a kezébe egy kasza. Diszponolnak a... Sarlók és spónolnak a kaszák. Szovjetek nem örülhetnek, hogy diszponoltam a sarlójukat, de ez van. Modernizálódj vagy haj meg. EU4, csinálsz a dolgokat. Moszkvasznék úgy látom nem foglalt el valamire egyébként Kijevet azóta se. Litvánia kivel harcol? Moszkvasznékkel, oké. Okay. Moszkva Brianskot akarja. Az is egyet, hogyha már besznékeltél, akkor vedd be Kijevet. És Csehország közben támadja Lengyelországot, akikkel ugye szövetsége. Csak Galícia-Volinia pedig terjed, a német lovagrend pedig hát erős. Egyébként a német lovagrendnek lett volna ez, ha fölveszi a lutheranizmus, mert akkor már Poroszország lenne, és az ő ideig egyébként jobbak a német lovagrendénél. Tehát, hogyha nem akarnak ortodox területek felé menni, és nem akarnak, mert Litvánia már úgyis elterített katolikus, akkor sokkal jobban megéri Poroszországnak lenni. Ez egy kicsit úgy érzik egyébként, mintha Poroszország reklám lenne a tévében. Miért lennél német lovagrend, amikor lehetsz? Poroszország. Legyen is ma Poroszország. Hozzunk létre hadsereget, köszi játék. Foglalj meg Morát. Hol van Mora? Ott, Kaffa irányítás alatt. Vagy távolj sem el a térképről Akko Junlut. Ennek lehet, hogy van értelme. Rakkád nem ártana bevennem. Lenne még egy básiám az iraki határon. Ezt felvesszük. Az akkori lukat véri valaki? A Krím. Mert messze van, kérem szépen. Akkor nagyon egyszerű a dolog. Még egy stabilitás, szupi. Kiküldjük a hajóinkat kalózkodni vissza Velencébe. Majd valamikor újraépítem a konstantinápolyi flottát is. Az emirek most gyengében, mert a játék azt mondta. Újoncozunk, izomból. Menjen le az a hithűség. Már csak 6-on van. Egyébként mindig meghal 30 évesen az uralkodom, mire át tudom tolni, mire alacsony lenne elég a hitűség. Oké, most 48 a fickó. Egyébként akkor ügyesének tartom, hogy ezek a dolgok, ezek mindig minden uralkodásnak a kezdetén át kell tolni. Még a kalifai cím felvétel is hülyeségnek tartom, mert elég egyértelmű lenne, hogy te vagy a következő kalifa. De ez a minden egyes alkalommal újra kell hoznom az iszlám egyetem központot. Mert abban a pillanatban, hogy az uralkodó lebontják a legutóbbit, hogy mi a fene van?
Icel erődítménye legyen permanensen erősebb, ez jó. Valószínűleg ez lesz egyébként az egyik végső bástyánk Anatóliában, tehát nem akarom egész Anatóliát elfoglalni. Körülbelül eddig akarom eltávolítani a kebabot, a maradékot meg meghagyjuk a keresztényeknek. Oké, a partikularisták úgy látom sikeresen lázonganak, a parasztokat leverték. Természetesen a kimerültségük ugye diszponolt. Fezzán jobban szeret minket, vagy mi szeretjük jobban Fezzánt, valami ilyesmi. Találjuk fel a karakod és karavellát, majd upgrade-eljük a flottáinkat, ami azt jelenti, van pénzünk, szóval... Upgrade. Adenable. Te hazajössz Bengáziba. Upgrade. Kalózkodás. Velence. Háborúban itthon maradsz. Jelenleg háborúban ott egy krimi flotta. A törökökkel aztán még egyőre nem tudom felvenni a versenyt flotta terén. Annak erre egyébként, hogy Konstantinápoly nem az övék és szerintem nagyobb part van, amin nekik. Na mindegy. Raka mindjárt elesik. Már dezertálnak nagyban védők. Fal betört, igazából bevetném rohamal, hogyha a játék nem lenne bullshit ilyen szempontból. Bár most kevés gyilagosan van, aláírom. Magyarország elfoglalta Erdély jó részét, viszont a nyitrai hercegséget elfoglalták a galiciai volhiniai csapatok. Miközben azt hiszem elvesztették Lublint a német lovagrenddel szemben, az azt hiszem addig Galíciájé volt. Havasalföld pedig létrejött és elfoglalt a királyföldet. Olténiában viszont már trónkvetelés van. Úristen, ez a Balkán, ez totális clusterfuck, mint hogyha megmaradt volna Granada. Nem. Anektálni akarunk akkor jól törökök. Rakát kifosztottuk amennyire csak lehet, hazahozzuk a hadsereget. Már áthozzuk a szomszédba. Remek. Kaptam 40-40-40 pontot. És feltalálom a terciót. Muszlim muskétások. Van egyáltalán ennek köze a tercióhoz? Nope, semmi köze a tercióhoz, csak muskéták. Zseniális. Veszítünk hithűséget. Aztán továbbfejezzük a techjeinket, most nem ide akadtunk egy kicsit. Pedig ezt jó lenne végigtolni, mert olcsóbb lenne hosszú távon a tech, de most ki akarom tolni a következő teket, és fel akarom venni az offenzív ideákat, hogy azt is tudjam tolni. És rendszeresen legyenek emberi szintű tábornokaim. Mert nekem kellenek hozzá az offenzív ideák, az eminek elég az, hogy létezik. Rodosz valahogy felszabadították a törökök a partikularistáktól, nem tudom, kapott egy valag autonómiát? Kapott egy valag autonómiát, akkor értem. De úgy látom a törögnél van áreszt, ami meglepő, mert az emminél az úgy nem szokott lenni. Az áreszt rendszerint diszponolódik. Létrejött Nagy-Britannia. Az angolok hozták létre az Anjouk vezetésével. És megtartották a franciaországi birtokokat. Ekközben az inflációnk egyre magasabb kezd lenni, majd valamikor levisszük. Mert nem tudom levinni. Miért szürke ez a gomb? Oké, nem szürke. Ó, már kettő, akkor levisszük. 75 admin pontért cserébe. Krím akarsz háborúzni? Krím akar háborúzni. Hát akkor várunk. Arra, hogy megtámadjon minket az ellenség, hogy fizikailag nem tud idejönni. Mert nincs annyi transportja, hogy ne placsancsan szét a seregét. Amit ide tud dobni. Addig újraépítjük a konstantinápolyi kalózflottát. 10 karavella elég lesz. Azon gondolkozom mellesek, hogy építsek-e hogy is hívjákokat. Ilyeneket. Jól megaszontam. Hajógyárat akartam mondani, de a gyár azért erős túlzás. Adanában fejlesztjük a... Építünk egy templomot. Nem fejlesztjük a templomot. Medinában szerencsére van templom, hála az ének, mert az előbb égett le. Tudjátok, kaptunk róla eseményt, hogy leégett. Mamelukok, a moszkvaiak rám rivalizáltak, jól láttam? Építünk néhány műhelyt. Tudnék építeni egy fegyvermanufaktúrát, oda, ja igen, mert ott vasat termelünk Damaszkuszban. Oda majd építünk. Az egyházi államban, a pápai államban, tényleg a pápai államban miért nem hívjuk egyébként katolikus államnak? A pápai államban vége a vallási zavargásonnak, sikeresen átterítették kávés tartományokat, ennyi az itáliai reformációról. Úgy látszik, katolikusok állnak nyerése, viszont még nem került sor a vallásháborúra, ami elnézve a német-római birodalmat elég érdekes lesz. Házasság Tunéziával, újra. Jó jönne a két ide, de két tekhet akarok tolni. Vagy a Gaia flottát akarok építeni, akkor kellnek majd a jobb gályák. Oké, kész van a konstantinápolyi kalózflotta.
A krimi flottát nem látom sehol, úgyhogy ezeket csúnyi összevonom Adanába. Nem, ami azt illeti, hogy összevonjuk őket Saidába. Ez képes volt és megkerült a fucking Afrikát a transportjaival? Mi a büdösége? Hogy teleportált oda a Cream? Na jó, 7000 ember, szóval stack vibe. De hogy teleportált oda a Cream, ezt megmondaná valaki? Arról? What the fuck? Hát ez nem igaz. El tudom képzelni, hogy 7 szerencsétlen gályákkal körbeelvezi fucking Afrikát. Istenem. A Cream Operator. Hatalem ki a tábornok Veris, nem? Oké, okay, akkor úgy tűnik, hogy mindig dormban van, még nem tért vissza. Nyugi, csak 5 percig fog tartani neki. Oké, okay, stack wipe. Ennyi volt a nagy teleportacsirek, de mi a büdös élet? Na ti mentek privatőrködni Konstantinápoly köré. Majd amikor vége lesz a háborúnak. Na, foglaljuk vissza azt a tartományt. Oké. Okay. Minél több pont, minél gyorsabb techfejlesztés. Modern teokrácia. Amitől több ideám lesz. Vegyük fel az offenzív ideákat. És ezt fogjuk fejleszteni most kivételesen, nem a techünket. Katonai tech talán a legfontosabb nekünk egyébként, de most nem azt fejlesztjük. Kofát majd valamikor újra krémeljük. Egyőre most a teleport krémieket kell levernünk. Ja igen, és Zakujonok ide teleportáltak 1000 embert. Mer reasons. Adóztassuk meg a papságot. Ja, adóztassuk meg a papságot. Tehát egyébként a Dimi nem lesz, az ulema nem lesz diszajálisabb, hogy adóztatjuk őket. Na mindegy. Több pénz. Az mindig jó. És mivel most van egy kis plusz dukátom az 500-on felül, amibe kerülni fog, megépítjük a fegyvermanufaktúrát Damaszkuszban. Egy kis szerencsés, feltaláljuk a damaszkuszi acélt. Újra. Jól lejárt a tűzszünet a törökökkel. Vigyük le a tűségünket. Még olcsóbb lesz a tech. Ki is fejezik az új gályákat. Ezzel egész emberi szinten vagyunk, nem vagyunk sokkal lemaradva Európa mögött. Endert a bevéve. Ja, olyan Spanyolország szinten vagyunk, ez egész jó. És létrejött az Evangélikus Unió Bajorország vezetésével? Nem Bajorország, a császár? Oh fuck, a császár nem Ausztria, akkor az Evangélikus Unió baromi erős lesz. Moszkva és Lengyelország rögtön a katolikusokat támogatja, hogy elnézem, a csehek vezetik az evangélikusokat és Magyarország követi őket. Egyetemben néhány birodalmi rendel. Van Hannover? Létrejött Hannover? Na ilyet már régen láttam, szinte sosem látom létrejönni. Mekkora? Ja, ez itt mind? Oké. Okay. Nem, ami azt jelenti, Hannover nem irányítja Hannovert, oké. Okay. Csak Paderbornt. Horvátország és Ragusa, tehát az egész Kárpát-medence a szerbektől eltekintve benne van az evangélikus oldalon. És Csehország meg Brandenburg, ugye a két nagyhatalom most a birodalomban. A német lovagrend, ha beállna, a német lovagrend viszont katolikus. Ez érdekes lesz. Hogyha a csehek le tudják biztapelni a német lovagrendet, akkor megnyerték a háborút, mert akkor nincs, ami elvonja a figyelmüket. Igen, ettől felment egyébként a kimerültségem, gondolom, hogy itt megszállták az államom legfontosabb területeit. Meghalt két tanácsadom. Te jó leszel, mert a presztízs is fontos nekünk, és te jó leszel, mert morál. Na végre valaki, aki afrikainak néz ki. Nem egy arab, de legalább nem ilyen. Az átlag mameluk? Ó, éppen Ciprus ostromolják a teleport krémiek. 7000 emberrel, ami nem elég az ostromhoz. Úgy tűnik ez a force limitük. Eközben ők 100%-ig kikerültek, végre elfogadják a fucking békét. Erre vártam. Arrakát integráljuk. Őket el is tüntettük így a hogy is hívjákról, térképről. Fűszerkereskedelembe avatkozz, szerezzünk részesedést. Ez adna plusz 5 dukátot 10 évre, évente. Ah, az idem havonta. De ez így rígy se rossz. Ádent, hogyha bevesszük, az elég lenne. Oké, okay. Ezt küldelést elvállaljuk, megcsináljuk. Ad krémeket? Nem ad krémeket. Viszont, én nem mondom, hogy már kb. Ennyi fel bele. Úgyhogy ez volt a vállalat a barna, ami azt jelenti, még építkezünk itt egy nagyot a végére. Tudok lovén fegyvermanufaktúrát építeni? Aha, oda be. De az a tartomány magas autonómiájú és hát eléggé gyengusz. Ó, tényleg államokat kéne létrehoznom itt.
Létrehozzuk Anatóliában az új államokat. Afrikában még mindig nincs túl sok értelme. Hogy nézzünk ki államok terén? Ó, itt már van értelme, ezt létrehozzuk. Ezeket integráljuk, amennyire tudjuk. Oké, hát ennyire tudtuk. Kajszerinek majd integráljuk, amikor tudjuk. Viszont megépítjük ott a fegyvermanufaktúrát. Viszont! Építünk még pár templomot, apropó. Építünk egyet oda. És építünk egyet, valahol megéri. Olyan 0,1-et remélek legalább. Hát úgy látom, hogy nem fog, de ott. Viszont! Én nem mondom, hogy már kb. Ennyi fér bele. Ugye ez volt egy már a tovarra. Ez volt már az Európai Zajsz 4 kaptanítás népe front. És találkozunk a legközelebb, amikor... Ó, tényleg Etiópia eltűnt, tehát nem tudom vazalizálni, akkor marad a közvetlen foglás. És találkozunk a legközelebb, amikor valószínűleg Kaffa felé fordítjuk a szemünket. Vagy Hedzsász felé. Addig is a viszontlátásra. Tényleg Hedzsász megint elfoglalta Jement.